Sziasztok, ez itt a Ninja Kés, benne a Boruto manga 67. fejezetével. Nagyon jó fejezetet kaptunk, és olyan dolgok mentek le benne, hogy az eszünk is megállhatott. Kawaki annyira erős lett, hogy Kódnak esélye se volt ellene, ráadásul az akciók olyan rajzolással, illetve tervezettséggel voltak jelen, hogy ez nagyon jónak számít. Találkozhattunk furcsaságokkal is, különösen Kód menekülését illetően, ráadásul olykor még a poénok is jelen voltak, azonban a komoly hangulat végig jelen tudott lenni. Elárulták, hogy mi van a limitjeivel, ezáltal pedig kiderülhetett a számunkra, hogy az ellenségünk még erősebbé válhat. Naruto sajnos szétesett, ezáltal egyáltalán nem tudott becsatlakozni a küzdelembe, ezért inkább a műsort a fia, illetve Momoshiki tudta elvinni. Több teóriánk is valóra tudott válni Momoshiki és Boruto kapcsolatát illetően, azonban hiába látszik úgy, mintha az Otsutsukink elveszítette volna a testért való harcot, lehetséges, hogy van neki még egy titkos terve. Ahogy Boruto eszméletlensége elén került, a rajzolás kiválónak számított, és azt is jól át tudta adni a jelenet, ahogy Naruto a fiát élesztgette. A szál azt akarta átadni a számunkra, hogy egy olyan Hokagét kapjunk, aki nem tudja elviselni a fiának az elvesztését. A történet szempontjából ez hatásos lett, és valósnak is érződött az, hogy a mindig erős hősünk szétesett a tragédia miatt. Ám a Naruto sorozat sokszor adott drámát korábban is, és ott mégis azt tanította inkább a történet a számunkra, hogy a ninjáknak akkor is erősnek kéne lenniük. Mindig azt éreztették, hogy a ninjáknál benne kell lennie a veszteségeknek is. Hiszen gondoljunk csak szegény Itachira, akinek nem csak a saját életét kellett feláldoznia, hanem közben még a saját családjáit is tönkre kellett tennie. Vagy megkérdezhetnénk Minatóékat is, és rajtuk mégse láthattunk soha olyan összeomlást, mint amit most Naruto csinált. Lesújtó volt ilyen gyengének látni őt, ami lehetséges, hogy azért alakulhatott ki benne, mint gyengeség, mert megismerte közben, hogy milyen olyanok között élni, akik nagyon szeretik őt. És most elveszítette az egyik legjobban szeretett személyt az életében, amitől annyira megrémült, hogy így úgy érezhette, mintha visszarángatnák a régi életéhez, amikor egyedül élt. Benne lehetett az is a reakciójában, hogy a bűntudata is nagyon eluralkodott benne, mert nem tudta megmenteni a gyerekét. És ezzel csalódást okozott a feleségének, és így nem csak apaként bukott el, hanem férjként is, aki nem adott biztonságot a családjának. Ezeket felsorolva valóságos helyzettel állunk szemben, és a valóságban is bizonyára így viselkedne egy apa egy ilyen helyzetben, de akkor is az érződik, hogy a történet ezúttal rossz választást csinált. Ezért lehet, hogy azzal jártunk volna jobban, ha egy keményebb Hokagét kapunk, aki elfojtja az érzelmeit. És később zuhanhatott volna össze, és Kawaki helyett ő lett volna az, aki kezelésbe veszi Kódot. Esélyes, hogy az animés Naruto ezt választotta volna, ahogy leszűrhettük róla, amikor gyanúba került, hogy bemerné áldozni a fiát az emberiségért. Így várhatjuk, hogy ez a szál mikorra belekerül majd az animébe, meg fog-e változni, vagy az a helyzet, hogy ott is egy olyan összeomlott Narutót fogunk kapni, aki annyira megijedt és szétesett, hogy még a remete módját is kikapcsolta. Amikor ez megtörtént, sajnálkozhattunk, hogy nem valósult meg a küzdelme Kód ellen, és azt se tudtuk meg, hogy mire lett volna képes a formában. Kárba mentek a klónjai is, akik közben a természeti energiákat töltötték a számára, ráadásul így azt se tudhattuk meg, hogy tényleg beújított-e a hősünk egy új remete móddal, amit mi találgatunk. Az látszott, amikor jött, hogy magabiztos volt, vagyis van erő a formájában, és most is megtarthatjuk azt, hogy Kawaki segítsége nélkül is kivéthette volna Momoshiki támadását. Ha pedig közben nem kerül a fia halálos támadás elején, lehetséges, hogy megtudhattuk volna azt, hogy pontosan mi lett volna a Hokagénknak a terve. Elvégre az nem tűnik igaznak, hogy semmi módszere nem volt arra, amivel betámadhatott volna az Otsutsuki szintű ellenfeleknek. Mivel Amado szavai az Otsutsuki gyengeségeiről vélhetőleg hathatott Narutóra. És ő is tudhatta, hogy a Kyuubi ereje nélkül a remete módokkal kell valamit kezdenie, így remélhetőleg elérte, amit akart, csak még nem tudta bemutatni. Kód eléggé keménykedően viselkedett az utóbbi időben, és élénken emlékezhetünk arra, amikor nemrég meg is alázta szegény Kawakit. Most azonban olyan helyzetekbe hozták, hogy ő legyen a kiszolgáltatott, de az érdekes lett, hogy a komolyabb brutalitások helyett inkább a poént választották néhol. Pedig amikor Shikamaru megkapta a spártai kegyetlenséget, a brutalitás jócskán jelen tudott lenni, ráadásul rajzolásban is nagyon át tudták adni a számunkra azt, ahogy a Hokagénak a jobb kezét leteremtették.
Ám az ismét furcsán jött ki, hogy Kód nem akarta kivégezni, mert ennél jobb alkalom nem is lett volna rá. Lehet, hogy csak a történet szerette volna még megtartani Shikamarut, mert még szüksége van rá, vagy az a helyzet, hogy Kód nem is tud annyira kegyetlen lenni még, mint egy Otsutsuki. Igaz, hogy kicsikét megvolt benne ez a sötétség, ám könnyen lehet, hogy megjátszotta magát, mert így akart bizonyítani Jigennek. Ha pedig teljesen Otsutsukivá válhatna, lehetséges, hogy meg tudná szerezni azt a tulajdonságot, amivel ki tudja kapcsolni az érzelmeit. Ezáltal az, hogy Ishikiék ilyen könnyen átgázolnak másokon, ez is az Otsutsuki képességekhez tartozhat. Hatásvadászatnak számíthat, hogy a karom jeleknél nagyon számít a méret, ezáltal, ha mondjuk nagyon kicsivé válnak, akkor nem is lehet bennük utazni. Az lett volna a nagyobb hatás, ha még egy tűhegynyi szíjas karomjel is biztosíthat neki menekülést, így ugyanis lekorlátozták a képességnek az erejét. Ahogy azonban Kawakinak az erejét bemutatták a számunkra, olyan beállításokat kapott, hogy annyira erősnek látszott, hogy őt vehetjük jelenleg a legerősebb ninjának. Elcsíphettük viszont, hogy neki nem néz ki teljesen úgy a csúcs szeme, mint ahogy Ishikiét láthattuk. Hiányzik még pár fogjel, ami pont bekapja ezt a kis gömböt a szem mintában, ami azt jelenti, hogy a hősünknek a zsugorító képessége még nem is tökéletes. És így is olyan előnybe került a harc alatt, hogy Kódnak esélye se volt ellene. Ez azért számít furcsának, mert az ellenség Boruto ellen jobban bírta, és lehetséges, hogy a Hokage fia a formájában olyan erősnek számított, mint amikor Momoshiki Borót legyőzte. Vagy az a Momoshiki, aki Sasuke ellen is harcolt, és ugyan a hősünk már kimerült volt, és meg is vakították félig, de a Mangekyója még ott volt. És mégse tudta lerendezni vele az ellenséget, ami azért számít nagyon érdekesnek, mert a veszteségeik után Amado véletőleg felmérte Naruto és Sasuke erejét. És ez alapján mondhatta azt, hogy nem tudnák legyőzni Kódot. Lehet, hogy amikor Momoshiki uralja a formát, akkor az Otsutsuki mód erősebbnek vehető. És így a mostani Kódot is elintézhette volna, ezzel pedig Sasuke is erős maradhatna a szemünkbe. Ha viszont nincsen különbség a forma erejében, hogy éppenséggel ki irányítja, ez azt jelenti, hogy Kód erősebb Boruto Otsutsuki formájától, és ezáltal Sasuke-nál is. És mivel Kawaki az Otsutsukis formájában Kódot is inasba tudta tenni, azt akarja üzenni a történet, hogy nincsen nála jelenleg erősebb ninja. Ez azonban megosztólag is hathatna a rajongók szemében, hiszen mindenki Narutót és Sasukét szeretné a magasba tenni. Ráadásul az örök Mangekyo is akkora erőket biztosíthat, hogy a régebbi jelenetek szerint Kódéknak esélyük se kéne lennie ellene. Ám lehetséges, hogy a trükkösebb képességek fognak uralkodni a jövőben, amiben jelenleg Kawakiék előnyben vannak. Így Sasukiéknek úgy lehetne újra esélyük a nagyok játékában, ha beújítanak. Vagy azt fogja betenni a történet, hogy hiába veszítettek az erejükből a veszteségeik miatt, még így is olyan erősek maradtak, hogy Kódékat is le tudnák győzni, és ezáltal Amado volt az, aki rosszul mérte fel Narutóéknak az erejét. Kawaki ereje persze tarolt és sorba mutatkoztak azok a jelek, amiért az első számú ninjának vehetjük jelenleg. Képes volt elviselni Kódnak a karmolását, hiszen láthattuk, hogy érintkezett vele és mégse tudta megkarcolni Kawakit. Nem volt vele bírás a pusztakezes bunyóban sem, és olyan csapásokat adott be, hogy a testi ereje is jelen tudott lenni. A tetejében bele se tudott lendülni igazán, hiszen nem volt annyira gyors, mint a Boró elleni harckor, ráadásul nem is használta annyira a nyúlvány képességét sem. Amikor beleálltak a fekete rudak az ellenségben, nem csak az ábrázolás számított részletesnek, hanem az is szembetűnő lett, hogy Kódnak ijedelme ébredt a bukástól. Ha tovább maradt volna a helyszínen, félőnek számított, hogy kivégzik, ezért szeretett volna gyorsan elmenekülni. És olyan elképesztő pószt adta Kawakinak, amikor lőni készült, hogy a jelenléte a Garo elleni énjét adta vissza. A nézése és ahogy villantak a tetkói a karmás lövést követően mesteri ábrázolásnak számított, ráadásul akkora gömb robbanást láthattunk, ami képes volt megidézni Momoshikinek a szuper óriás Rasengan-ját. Ez a csapás még attól is erősebb lehetett, amit Garo kapott be, mert akkor csak a tetkók voltak Kawaki. De már az is éreztette azt, hogy ezt a támadást nem szabad sokszor beadni, mert annyira pusztítónak számít. Itt is átjött a borzalma, így az, hogy csattanóként átverték a hősünket, a felelősség a technikára még jobban előjött. Oltári húzás volt Kódtól, hogy Daimonnak a visszaverő képességét használta, és ahogy a fején lévő karomjelből húzta ki a gyerekünket, majdnem bejött ezáltal az egyik teóriánk ezzel kapcsolatban.
A benyúláskor fennállhatott volna az, hogy elbújik a saját dimenziójában, amit mi találgatunk, hogy lehet neki ilyenje. Ám az bejött a teóriánként, hogy a fején lévő szíjas karomjel is használható utazásokra, hiszen a többség azt gondolhatta, hogy ez kiegészítőként számít a hősünknek, mint egy ruhadarab. Arra még nem adtak választ, hogy Diamondnak tényleg azért kell-e aludnia, mert álmos volt. Mert lehet, hogy végig hallgatózott, és ezáltal csak töltötte magát, hogy felébredjen az igazi ereje és az igazi énje. Amikor pedig szóba került, hogy leverhetne itt mindenkit, lehet, hogy Kavakira is értették, és így Diamond annyira erősnek számít, hogy Ishiki se okozott volna neki gondot. Eida is ráhivatkozva, mert ennyire fenyegetőzni Kód ellen, és lehetséges, hogy a hősnőnk csak az öccse miatt érzi magát ennyire biztonságban, és ezáltal Eida nem is tud harcolni. Érdekesnek vettük, ahogy Eida ennyire hangoztatta, hogy Kavaki kell neki, és ahogy Kód meghúzódva reagált erre, olyan volt, mintha nem is lennének szövetségesei. Ezzel pedig kezd igazzá válni az, hogy Eida csak eljátsza az engedelmest, és bármikor elárulhatják Kódot. Kavaki kifeküdése látványos lett, főleg akkor, amikor Kód a karomjelből vizsgálta meg, hogy még él-e. A távozása azt jelentette, hogy véget értek az akciók ebben a szálban, amit azért sajnálhatunk, azonban az újabb szál elindította Shikamaru tervét, ami azért kettős érzetet tudott teremteni. Igaz, hogy Kavaki olyan könnyen ártani mert a szerettének, mintha neki való lenne a gonoszkodás. Ezzel pedig valóságosabbnak vehetjük azt, hogy kezd megváltozni a személyisége az ereje miatt. Így az, hogy Shikamaru kiűzte volna a hősünket Konohából, a biztonságért valósnak hatott volna, mivel lehet, hogy Kavaki más ellen is bíráskodna, és nem is tudnák megállítani. Ha viszont azt nézzük, hogy a hősünk úgy viselkedett, mint a korábbi áldozatokat hozó ninják, akkor nem számít hibásnak. Naruto azonban nem ezért állhatott mellé, ő ugyanis azt üzente felénk, hogy a gyerekeként gondol Kavakira, és hiába számít bűnösnek, akkor se tudja elhagyni, ami ütős választás lett. Az is benne volt a szálban, hogy Naruto ekkora már lemondott a fiáról. Ám ha Boruto tényleg meghalt volna, Naruto véletőleg örökre eltávolodott volna Kavakitól, csak nem hagyta volna, hogy egyedül maradjon. Ekkor jött a legnagyobb durranás, ami akkorának számít, hogy felforgatta az egész történetet, és ezáltal olyan igazságok lettek benne, amitől több teóriánk is meg tudott valósulni. Csodarajzolást láthattunk, amikor Boruto magához tért, hiszen Naruto úgy nézett, hogy az arca mindent elárult. Míg Borutónak a nézése olyan volt, mintha megtudta volna azt, hogy milyen lenne az élet nélküle, és ezáltal ezt el akarja kerülni, amíg csak lehet. A megmentésért Momoshiki lett a felelős, és ahogy megjelent, az ábrázolása bámulatos volt. Ismét az idő megállítást használta, és legendás hangulatot tudtak teremteni, hogy pont akkor csinálta, amikor Shikamaru és Naruto beszélgetett. Vagyis igazzá vált az is, hogy akkor is előjöhetett, amikor Boruto mondjuk aludt, csak ugyanúgy szellemként lehetett jelen. Bevált az a teóriánk is, hogy Momoshiki elrejtőzik a halál elől, és akkor tud ismételten élni, amikor átveszi Borutónak a testét, vagy amikor az időt megfagyasztja. Boruto megmentése viszont újabb találgatásokat adhat, mert elvileg az Otsutsukinka saját valójának a 18%-át áldozta fel, és így gyógyította meg a hősünket. Vagyis érdekes módon ennyi maradt meg a lényéből, míg Boruto 88%-ban vált Otsutsukivá. Így úgy kell elképzelnünk, mintha a régi Momoshiki egyre fogyatkozott volna, míg Boruto egyre jobban megtöltődött Momoshiki erejével. És ahhoz, hogy Momoshiki újjá tudjon születni, Borutónak az összes Momoshiki erőt meg kellett volna kapnia. Míg a tároló folyamat biztosítékaként Momoshikinek engedélye lett volna arra, hogy elfoglalhassa végérvényesen a testet. Így nézve olyan, mintha lemásolnák Momoshikit, aki utána beleülteti az új testbe a személyiségét, illetve az emlékeit is. Mint amikor Orochimaru cserélt testet, csak az Otsutsukiknál a szellemlét valósnak számít, amíg nincsen testük. Mivel azonban Momoshiki önállóan adta át a lényének a 18%-át, és nem a tároló folyamat gondoskodott róla, ez olyan volt, mint amikor ketten élnek egy házban, és az egyikük lemondott róla. Vagyis az is igazzá vált a találgatásunkként, hogy a tároló és az Otsutsuki versenyezhet a testért. És ezáltal az is valósággá lett, hogy a felnőtt Boruto egy olyan létformának számít, aki úgy vált Otsutsukivá, hogy közben Momoshiki erejét is birtokolja. A legjobb pedig az, hogy Momoshiki elvileg nem fog eltűnni, mert említette, hogy nem akart úgy elmúlni, mint Ishiki. És így a Biju léte is valóságá kezd válni, és így lehetséges, hogy olyan segítője lesz majd Borutónak, mint ahogy a Kyuubi volt Narutónak.
Lehet, hogy csak bölcselkedő szavakat mond majd Borutónak, vagy csak eljátszotta, hogy elvesztette a testért való harcot. Feltűnő volt, hogy az egyetlen tárolójának mondta Borutót, ezáltal az vált igazzá, hogy Momoshikinak nincsenek más tárolói, mert ezek szerint sohasem hitte, hogy legyőzhetik. És túl jóságos lenne tőle, ha csak azért mondott le az újjászületésről, mert nem akart eltűnni. Ki tellett volna tőle, hogy inkább hagyja elveszni az erejét és ezáltal önmagát is, csak hogy Borutónak ne legyen jó, mert ezzel Boruto lényegében megszerezte a hatalmát. Lehet, hogy Momoshikinek a szellemlét is jó, ám az látszik, hogy csak addig maradhat szellem, amíg Boruto is életben van. És esélyes, hogyha Boruto csinálna egy karmát és egy tárolót, akkor lehetséges, hogy Momoshiki ugyanúgy pályázhatna rá, sőt lehetséges, hogy megjelölhetné valamilyen módon, ezáltal pedig újjászülethetne abból a tárolóból. Mert hiába nem ő használja a Momoshikis hatalmat, lehet, hogy csak meg kell szállnia valahogy az erejét, és az erő újra őt szolgálja. Szóba került a jóslat is, ami Borutónak a kék szemeiről szólt, és mi is elhihettük, hogy erre a jelenetre gondolt az Otsutsuki. De kiderült, hogy nem erre gondolt, és így még mindig várhatjuk, hogy mi lesz az, amikor beválik pontosan a jóslat. Furcsának számít, hogy még Momoshiki is úgy éreztette, mintha ő is csak egy érzést érezne, és nem tudja pontosan, hogy mi fog majd történni. Ám az utalásban most is benne volt a fenyegetés, és mivel azt mondta, hogy közel van az esemény, a történést Boruto teljessé vált Otsutsukisága is befolyásolhatja. A végén kaptunk egy jelenetet Eidaékkal is, és olyan pózolásokat, illetve ábrázolásokat kaptunk, mintha bementünk volna egy divat bemutatóra. A dolgokat jobban megkavarja az, hogy Kódnak nincsenek is eltávolítva a gátjai, vagyis tényleg Amado kell hozzá. Ez megmagyarázza, hogy miért nem számított a hősünk jelenleg olyan erősnek, és ezáltal azt is, hogy még nehezebb ellenfél lesz majd Kawaki számára. Sőt, ha kiderülne, hogy a gátak miatt Ishiki öröksége se tudott rendesen elterjedni rajta, a hősünk annyira erős lenne, hogy Eidaékat is behódoltathatná. Érdekesség, hogy nem aggódik annyira azért, mert Amado nincsen a közelében, ezáltal pedig lehetséges, hogy megjelölt korábban olyan konohaiakat, akik Amado közelében lehetnek. És így egy karomjeles utazással akarja majd magával rántani Amadót, és lehetséges, hogy Shikamarut jelölte meg, ezért hagyta életben a hősünket. Nagyon várjuk a folytatást! Ha nektek is vannak újabb teóriátok Momoshikiről, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek milyen veszély lesz Momoshiki jóslata. Ez volt a Ninja Kés benne a Boruto manga 67. fejezetével. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel. És keresd a csatornát! További tartalmakért.